Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Café. A Rádió Cafén a hétmester lövésze jelentkezik. Szokásunk szerint 3-tól 5-ig tartunk igényt a figyelmetekre. Puzsér Róbert és Magyar Dávid van itt a stúdióban. Az SMS számunk 0629 986 986. Ezen írhattok nekünk. A mai adásnak a témája az egy naív vállalkozás a részünkről. Megkíséreljük megadni a választ arra a kérdésre, hogy vajon melyik volt a valaha volt 10 legnagyobb magyar színész. Pontosabban kik voltak, nem melyik. Melyikük. Kik voltak azok közül a színészek közül, akik szóba jöhetnek ezen a téren. Volt köztünk egy kis vita, de aztán zöldágra vergődtünk. Hát nagyjából kompromisszumok egyik-másik oldalon, azok végül is egy elég jó 10-es listát kiadtak. Körülbelül 15 név merült fel, és akkor az egy szűkítés során. Meg volt egy kis cserélgetés itt-ott, de alapvetően igen, azért nagyjából egyetértünk, de nem is nehéz egyetérteni ebben, mert tényleg azért 10 nevet így mindenki fel tud sorolni. Annyiban most... nem vagyunk teljesen politikailag korrektek, hogy csak férfiakról van szó. Tehát nem a 10 legjobb valaha élt magyar színész, hanem illetve színészmenedzsment, tehát csak férfiak lesznek. Igen, de nagy bajban is lennénk, hogyha nőkből kéne 10-et találni. Hát egy találni, top 3-at tudnánk csinálni szerintem, hát igen, vagy max 5-et. Igen. És az első Rutkai lenne. Második Törőcsik. Törőcsik lenne a második, igen. Na, viszont a férfi színészek frontján érdemes lenne néhány szót ejteni azért azokról a színészekről is, akik bár nem futottak be olyan hosszú és fényes karriert, mint a listánkon szereplő 10 név, de simán kijárt volna nekik, vagy ki is juthatott volna hát nekik. Hát kijuthatott volna, ha egy tragikusan kicsit, fiatalon elhunytak. Ha egy kicsit több időt ad nekik a sors arra, hogy a lángjukat megmutassák, akkor lehet, hogy felkerülhettek volna később egy ilyen listára. Mondjuk ilyen mindjárt mondjuk Ternyák Zoltán például, vagy Bertók Lajos például. Most én mielőtt meghalt a Bertók Lajos, ez talán egy-két éve történt, nekem nagy szerencsém volt, mert láthattam őt számos színházi szerepben, például megnézhettem a Bűn és bűnhődés a Rácsok mögöttben, megnézhettem a Őrült naplójában, és láttam a Hamletben is, és hát akkora erő, olyan karizma, olyan brilliáns tehetség, mint amivel a Bertók Lajos rendelkezett, nagyon-nagyon nagy veszteség, fájó veszteség. Bertóknál azt éreztem, hogy ha nem egy filmen nézem, csak egyszerűen egy fotót láttam róla, egy portrét, már akkor is annyi erő sugárzott belőle, olyan energia ütött abból az emberből, hogy az látszott, hogy egy hatalmas tehetség. És amikor ugye meghalt, úgy halt meg, hogy a Lupa-szigeten próbáltak úszni egyszer éjszaka a barátaival, akkor beúztak és nem jött ki. Akkor ugye az első hírek a bulvárban hogyan hangzanak, hogy részegen megfulladt, és közben meg nem megállt a szíve, szívgörcse volt, ami azért meglepő, mert ő aktívan sportolt. 40 éves lehetett, és hát konkrétan 40 éves maratonokat futott le, tehát ez tényleg váratlan volt. Tehát a Ternyákért is fáj a szívünk, mert az is egy ragyogó tehetségű figura igen, volt. Igen, Ternyákról meg azt olvastam, hogy olyan tűz égett benne, amit jobb ilyen csak alkohollal tudott oltani, hát azzal meg nehéz a tüzet oltani, ugye? Igen. Felhők a Ganges felett című filmből lehet emlékezetes. Most is így végigfutott a hideg a hátamon, tehát pusztán csak a film címének említésétől nézzetek az, meg. Az Requiem egy álomért szellemi élmény. Azt lehet mondani, hogy a magyar Requiem egy álomért az a Felhők a Ganges felett. És azt lehet mondani, hogy méltó. Méltó erre a címre. De nem kéne elfelejteni. Ternyák ugyanúgy 40 évesen halt meg, mint Bertók Lajos. Igen. Vagy a turnéban is láthattátok. Igen, a turnéban zseniálisat alakít megint csak, de a teljesen más figurát, tehát ott meg a társulatnak ez az ilyen olcsó együgyű rajongóját alakítja, akiben mindenki beletörli a lábát, de azért örülnek is neki, hogy ott van, mert ugye jó az, hogyha nyalogatják őket, hiszen ők a sztárok. Az a mi tisztünk ebben a jelen helyzetben, hogy megemlékezzünk azokról, akik ebben a listán lett volna a helyük, hogyha ez a lista 30 évvel később készül el. Ilyen például Kaszás Attila. Kaszás Attila, akit egyébként talán szintén óriási volt színészként is, de én nekem mégis a legjobban a szinkronjai tetszettek. És akkor mindjárt említsük meg, hogy például a Szálakakuk fészkében ő Jack Nicholson. Az Apokalipszis mostban is szinkronizált kávé és cigarettában. A Tökös tekésben ő alakítja, vagy ő adja Woody Harrelson hangját, a Kutyaszorítóban meg Steve Buscemit. Zseniális volt ez az ember, tehát amit a hangjával csinált, az is nagyon jó volt, meg hát színészként se volt utolsó. Szóval ők azok a reprezentánsok, akikről meg kell emlékeznünk, mielőtt neki fogunk ennek a 10 helyezés ismertetésének. Én
én annak érdekében, hogy a következő két óra az tanulságoktól ne legyen mentes, összeállítottuk a ti számotokra mindazoknak a filmeknek a listáját, amelyeket érdemes megnézni az adott színészektől, ezeket fogjuk ismertetni veletek, azért, hogy a későbbiekben el tudjatok mélyedni ezeknek a jeles színészeknek a munkásságában. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Garas Dezső a tizedik, aki az én kollégámnak és barátomnak nagy kedvence. Itt volt köztünk egy kis vita, és végül egy tizedik helyet kialkuttam Garasnak. Igen, igen, és így Kálai nem fért fel. Hát igen, aki egyébként szerintem szintén kellene a listára, de nem a tízben. Egészen kiváló Kálai egyébként. Tehát, hogyha ha láttátok például szinkronizálva a Nem félünk a farkastól című filmet, ott a Richard Burtonnek a hangja a Kálai, és elképesztően nagyszerű. Tehát, hogy a Kálai is egy hatalmas színész. Hát, igen, ha ez 12-es lenne, ez a lista ott lenne. Mindenképp ott lenne. Szóval a tizedik Garas Dezső, akire hát a legnagyobb szerepe az szerintem hát így a legemlékezetesebb valószínűleg a Régi idők fociából. Én nem annyira szeretem a burleszket, de neked az egyik kedvenced, ezt tudom. Hát nem feltétlenül így, hogy a burleszk, nekem a jó film a kedvencem, és hogyha az véletlenül burleszk, mondjuk mint az Indul a Bakterház, vagy a Picasso kalandjai, vagy a Régi idők focia, akkor igen, akkor az is. A Legény anyában is szerintem ott is nagyon jó. A Legény anya az nem pusztán játszik a Legény anyában, hanem a Legény anya az egy 100%-ig Garas Dezső produkció. Ő rendezte, írta a forgatókönyvet, ő rendezte a filmet, és ő játszik benne. Tehát ez az jelen. Mr. Garas Dezső, tehát de nagyon jó az a film. Még az egyszer csináltuk a top 10-et, és arra nem került fel, mert akkor viszont neked volt erősebb az érdekérvényesítő képességed, de azért az is ott van a 15-ben. Na. Hát a Ripacsok az, ami még fölvetődik 1981-ből, a Szamárköhögés, vagy hát már a Liliomfiban 1954-ben feltűnik. Hát igen, mert ő 34-ben született, tehát ez nem egy mai csirke, és még itt van velünk. A legemlékezetesebb ugyanakkor a Két fél idő a pokolban című filmben, ahol Steinert játsza, a szerencsétlen könyvárus zsidót, aki hát nagyon nem tud focizni, pedig nagyon kéne neki focizni. Sőt, parancsolni. Te hazudtál nekem, Steiner? Hazudtam. Miért hazudtál? Mert nem akarok idő előtt megdögleni, Vonódi úr. Ha egy mód van rá, szeretnék hazajutni. Azt mondta, tudsz focizni. Megesküdtél az anyád életére. Nem él már az anyám, Vonódi úr. Sose futballoztam. Könyvet árultam. Az se volt könnyű. Te szemét. Na, mit gondolsz, ki vagyok én? Bal szélső vagy? Két lábas? Te gazember! Visszamégy a századodhoz. Jelentkezel Csorba tizedesnél, hogy azután nekem nem tudsz focizni. Ne akarjon megöletni, Onódi úr. Megtanulok futballozni. Meglátja. Megtanulok futballozni. Indulás. Nem bírom, a falira vesztek. Miért volt olyan fontos neki, hogy tudjon futballozni, aki nem látta a filmet? Hát ők egy büntető században szolgálnak a keleti fronton. És hogyha nem futballozhat, akkor visszakerül a századba, ahol éhség van, ahol járvány van, ahol kényszermunka van, ahol fenyítések vannak, kivégzések vannak, ahol meg fog dögleni. És ki ellen fociznak? Kik ellen? Németek ellen. Németek van, ellen. Mert hogy szórakozni támad kedvük a németeknek, igen, és hát egy valakivel igen, focizni kell. Az a két fél idő a pokolban az minden idők egyik legjobb magyar filmje, Fábri Zoltán rendezésében. Elkészítették az amerikai változatát, a Menekülés a győzelembe című hipergagyit, Sylvester Stallone-val és Michael Caine-nel. És ott a Stallone a Sinkovics. Jaj, mekkora rossz választás. Nem, ott a Michael Caine a Sinkovics, és a Stallone, az nem is tudom, hogy igazából kinek felel meg, talán éppen Steinernek, vagy kinek. Minden esetre, egy szó mint száz, ennél gyalázatosabb feldolgozást keveset láttam, tehát egy ilyen kiváló filmet, mint a Két fél idő. Tízes filmet jól lerontani, az sikerült. A Két fél idő a pokolban az egy akkora brutális erejű példázat az emberségről, meg a megmaradásról, meg arról, hogy meddig mehet el az ember kényszerhelyzetben, és hogy hol vannak a tisztességnek, meg az emberségnek a határai. És hát nem véletlen, hogy megint véletlenül pont Fábri Zoltán nevéhez köthető. Mindig valahogy előkerül Fábri Zoltán, amikor a legnagyobb magyar filmekről van szó. Sokan azt mondják, hogy a magyar filmnek volt egy nagy korszaka, én meg inkább azt mondom, hogy volt egy nagy rendezője, igen, Fábri Zoltán.
aki hát felejthetetlen, és aki a legnagyobb. 0629986986 az SMS számunk, írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, hogy szerintetek kik a legkiválóbb magyar színészek, és akkor mindjárt megírhatjátok esetleg azt is, hogy kik azok, akik a legkevésbé sem valók erre a listára szerintetek. Tehát kik azok, akik ki az, miatt akit... a legidegesebbek lennétek ránk, hogyha feltűnne a nevük a listán. Ki az, akit mondjuk a jelenkor mindenképpen így 90%-ban beválasztana, de ti biztosak vagytok abban, hogy mi nem fogjuk őket szerepeltetni a listán. 0629986986 az SMS számunk. A 9. helyezett mai listánkon Cserhalmi György. Hát ő 48-ban született, ő is köztünk van, még neki is van még lehetőség, hogy feljebb húzzon a listán. Mennyire, hogy köztünk van. Egyébként méltatlanul kevés lehetőséget kapott a rendszerváltás óta. Na és ez miért lehet? Én arra emlékszem, hogy a rendszerváltás után ő volt az egyik első színész, aki reklámban jelent meg, és iszonyatosan támadták ezért a pályatársak, mert hogy akkor még a színészetnek olyan presztízse volt, hogy egy színész az nem árul mosóport, meg biztosítási ügynökként nem játszik. És emlékszem, hogy akkor ő hát mondta, hogy ez is munka, tehát most ott is kamera van, és ki kell állni, és el kell mondani, és azt is lehet jól meg rosszul csinálni, de aztán valahogy végül is ezt megbocsájtották neki, miután mindenki más is megjelent reklámokban, hiszen olyan jól fizet. Bódi Gábor amerikai Anzixában láthattátok már, 1975-ben mutatták be a filmet, de már az 5. pecsétben egy évvel később szintén feltűnik egy, hát ő a Krisztus, ő játssza a Krisztust. A kommunista Krisztust, hát igen. Ezt a vasgyári munkásnak itt a végén hát az a nagy dilemma, hogy szabad-e felpofozni, vagy sem. Igen, de aztán ugye hát tudjuk, mert hiszen már ezt a filmet többször megtárgyaltuk, és reményeink szerint most már mindannyian láttátok, nem csak hogy szabad-e, hanem kell őt megpofozni. Van, akinek kell, van, akinek tilos. De ez valahol bendől el. A Mephisto 1981-ben Hans Miklas szerepében, aki az épp ellentétes karriert futja be, mint a Klaus Maria Brandauer által játszott Harry Höfgen. Aki maga Mephisto. Igen, igen, igen. Tehát, hogy így a Hans Miklas valahogy mindig az ellenzékben van, valahogy mindig a rossz oldalon áll, a helyes, de a nem kifizető oldalon. Érdekes, mert Cserhalmi most is a rossz oldalon áll, hiszen legutóbb például 2009-ben indult az LMP-nek a listáján, tehát a Lehet más a politika listáján szerepelt, a filmben pedig nácit játszik, SS. Hát elejét el, aztán meg ellenállót. Igen. Tehát, hogy így, na jó, ő akkor volt náci, amikor a nácik még hatalomra se jutottak, és a nácik hatalomra jutottak, akkor kiderült, hogy ő neki ehhez a söpredékhez semmi köze, sosem ezt akarta. Na hát, fantasztikus. Tényleg, jó, abban a filmben az igazán Cserhalmi. Az a Cserhalmi, akit kicsit, mi szeretünk. Egy kicsit mindig a rendszerrel szemben igen, van. Igen, igen, ez így van. És akkor a Dökkesejű című filmet érdemes még megemlíteni, András Ferencnek a filmje, egy kevéssé ismert film, egy brilliáns film, 1982-ből. A 80-as években már nagyon kevés jó magyar film készült, de a Dökkesejű az egy krimi egyébként, olyan fordulatos, izgalmas, nagyon kemény szociokritika, és egy nagyon-nagyon-nagyon kemény, mély dráma. Nagyon-nagyon jó film, de egyik legkiválóbb film a 80-as évekből. És akkor a Tanítványok című filmben, a Gróf szerepében láthattátok, 1985-ös Bereményi filmről van szó. Szóval a Kontrollban is játszott, csak már nem emlékszem mit. Szóval Cserhalmi Györgyöt nagyon szeretjük, és bár 60 éves, még mindig igen, mindenkinek a fejében, hogyha a Cserhalmira gondol, akkor egy fiatal ember van. Tehát egy ilyen fiatal, lázadó, erőteljes figura, és 60 éves. Úgyhogy büszkén és köszönettel mutatjuk be a számotokra a Hosszú menet című Cserhalmi dalt. Egy Bereményi dalt hallhattatok, ő a Tanítványok rendezője egyébként, Cserhalmi 1985-ös filmjének a rendezője. Hát igen, a Bereményinél jobb dalszövegeket alig ha tud valaki ebben az országban írni. Nem nagyon tudok ilyet elképzelni. Hát igen, és erre a nemrégiben elhunyt Cseh Tamás életműve is jó példa. Akár. Szóval... Még az előző, amit énekelt itt Cserhalmi, volt egy sor, hogy egyedül csak egy magam, velem szemben a teljes világ. Ez körülbelül arról szól, mint amit említettünk a Mephisto kapcsán is, meg az annak kapcsán is, hogy az LMP-ben jelöltette magát, hogy valahogy mindig oda teszi magát, ahol szembe kell az egész világgal állnia. Borzasztóan tiszteljük a Cserhalmit ezért, és azért a nyílt tekintetéért, meg azért a végtelenül hiteles magatartásáért, amit minden helyzetben tanúsítani bír, meg azért, mert nem tolakszik előre mindig. Igen, mert meg nem törleszkedik. Nekem mondjuk egy kicsit néha túl cinikus, tehát olvastam vele interjúkat, és néha már azt érzem, hogy ilyen megkeseredett cinikus attitűdöt vett fel, hogy ez a... Hát nyilván nem lehet a világgal szembe menetelni máshogy. Kaptunk néhány SMS-t.
azt írja a kedves SMS író, én Szakácsi Sándort és a hangját imádom. Azért eláruljátok majd azt is, ki az a plusz 5. Ki lenne az a plusz 5, aki még fölférne, a 15-ös lista lenne? Vagy? Hát akkor mindjárt lehetne mondani Rudolf Pétert például. Rudolf Pétert, Bodrogi Gyulát lehetne, aki hát azért a fél életét a vidám színpad igazgatójaként töltötte, de hát korábban egy hatalmas drámai színész volt, és most, az életének az utolsó évtizedeiben szintén tanúságot tesz arról, hogy mekkora színész. Én például nem olyan régen láttam a Ügynök halálának a címszerepében, hát ott is frenetikus volt, azért hatalmas színészről van szó, Bodrogi Gyula esetében. Szóval azért persze mindenkinek vannak botlásai, no, hát neki ilyen volt a vidám színpad. Meg a színes csokor nyakkendősök párkára. Az SCP, igen, arra, aki emlékszik, azt nem felejti el soha, és nem is bocsátja meg neki. Igen. Hát aztán kaptunk még néhány SMS-t. Azt írja az SMS író, hogy nagy kedvencem Rudolf Péter, aki a magyar Tom Hanks. Egy kiegyensúlyozott, jókedélyű, de hihetetlenül profi színész. Alűrök és erőlködés nélkül. Zseniális mindenképpen. Én nagyon szeretem Rudolf Pétert. Éppen ezért nem mondanám rá soha, hogy ő a magyar Tom Hanks. De Tom Hanks nem egy kicsivel jobb közel színész. Közel sem tartom annyira. A közelében nem ér a Tom Hanks a Rudolf Péternek. Adjuk Tom Hanks-t. Mácsai írja az SMS író, és hát nem kívánunk vitatkozni azzal, hogy Mácsai egy kiváló. 15-ösön ott lenne, igen. Ott lenne. És ott volt a nagy művészeti szponzor, Péter Erzsébet is a reklámok mellett. Förtelmes volt, és Péter Erzsébet is olyan figura, akit nem szabad elfelejteni. Álljon ő egy ilyen... Hatalmas felkiáltó jelként. Egy póznaként. Egy világító toronyként, hogy merre ne. Igen. Aztán azt írja az SMS író, segít nekünk, vizsgáló tiszt volt a balesetek kapcsán a kontrollban. Tényleg. A fél arca valami sebes volt, írja Hemű. Cserhalmi Színházban adta ki magából a maximumot, például a Hamletben. Szerintem ilyen volt Latinovics, de a Szindbádban filmszínészként is óriási. Remélem ő a number one, írja az SMS író. Nem lőjük le a poént. Mi azért azt gondoljuk, hogy filmszínészként nem csak a Szindbádban volt a Latinovics, hanem még annyi sok szerepben volt. Egészen kiváló. Végvári Tamás, írja az SMS író, és egy smiley-val illeti. Ő az, aki nem kerül a listára? Ő az, aki nem fog a listánkra kerülni. Sem én szerintem, sem az SMS író szerint. Egy szó mint száz. Azt írja, hogy Lugosi Bélát ne hagyjátok ki, jók vagytok, írja az SMS író. Miért szerepelne Lugosi Béla? Mert ő minden idők legrosszabb filmjeiben játszott, és az egyik legrosszabb színész valaha. Meg nem is itthon gyakorlatilag. Igen, de jó, mindenképpen magyar színész, és felejthetetlen. Tehát azért azok az alakítások, amiket neki köszönhetünk például. Jó, azt tényleg, hogy a nevét megőrizte a történelem. Hát ez mindenképpen egy teljesítmény. Tehát, hogy ilyen akkora szemetet és annyi szemetet előállítani, mint amit a Ed Wood meg Lugosi, az nem teljesítmény, az egészen biztos. Folytatjuk a listánkat, azt a listát, amely a 10 legfontosabb, legnagyobb tehetségű, legjelentősebb magyar férfi színészt tartalmazza of all time, tehát minden idők legjobb színészeiről van szó. Puzsér Robert és Magyar Dávid a stúdióban. 0629986986 az SMS számunk. Ez a Rádiókafé. A Rádiókafén a 7 mesterlövészét hallhatjátok. A 10. listánkon Garas Dezső, a 9. pedig Cserhalmi György volt. Mai listánk 8. helyének birtokosa Pécsi Sándor, aki egy méltatlanul kevésszer szerepeltetett és méltatlanul elfelejtett magyar színész, de a legjobbak egyike. A szinte minden mixát feldolgozásban láthattátok, az Uri-Muriban, a Szentpéter esernyőjében ő a főszereplő, tehát ő játsza a tiszteletest, a Noszti fiú esete Tóth Marival, abban szintén láthatjátok, a Lilionfiban is láthattátok, a Pál utcai fiúkban. Hát a Lilionfi sokszor előkerül majd ezen a listán, aztán a Bakaruhában, a Feketeváros, Utazás a koponyám körül. Igen. De miért lehet a Sellő a pecsétgyűrűben is van. Miért lehet az, hogy elfeledtük a nevét? Azért, mert már 72-ben meghalt. Igen, 22-től 72-ig ért, igen. És hol van az már azóta? Mondjuk nagyon sok jó film egyébként nem készült, de hát elmosta az idő. Jó, elképesztő tehetségű ember volt. Tényleg fantasztikus volt. Egy eléggé gagyi filmből fogunk bejátszani nektek. Egy ilyen
ilyen propaganda film kifejezetten, ami az ilyen szocialista embernek szól, hogy így kicsit szórakoztató, meg ilyen társadalmi célú, ilyen agymosoda, az a címe, hogy Kár a benzinért, a legkiválóbb magyar színészekkel, és kifejezetten szórakoztató filmről van szó, annak ellenére, hogy egy meglehetősen semmire kellő darab. Egyébként ő maga is egy ilyen jó szocialista példát mutatott fel, tehát hányatott gyerekkora volt, szegény, dolgozó, munkás családból származott. Azt mondta, hogy egész Borsodabói Zemplén megye az ő szülőfaluja, mert lakottak mindenhol, folyton vendoroltak a szüleivel. Ő a szocializmus példátlan mértékű társadalmi mobilitásának köszönheti azt, hogy az lett aki. Tehát ő ki tudta magát vakarni onnan, ahonnan jött. Egyébként ami a pályatársai emlékeznek, hogy mi volt benne igazán zseniális, az, hogy már egészen fiatalon, 26 évesen a pályájának az elején is tökéletesen meggyőzően játszott öregeket, 85 éves karaktert egy egyébként teljesen ismeretlen darabban. Illuska, hallod? Mit akarsz? Hallod? Hallom. Nem megyünk el. Hová? Egy kis zenét hallgatni. Most? Csak egy órára. Elmegy az eszed. Olyan álmos vagyok. Majd meghalok, akkor te szórakozni akarsz. Hagyjál engem békén. Persze, 10 évben egyetlen egyszer akarok elmenni, egy kicsit szórakozok. Hát ma mondtad, hogy csak Balatonra mehetem, meg napfényre. Hát ma már Balaton is volt, napfény is volt, még vihar is volt, csak még almás nem. Egyetlen egyszer szeretnék elmenni, egy kicsit szórakozni, és akkor... Most hova még? Hova? Beret várkozunk. Csodafényes vendéglő. Nézd meg, azt mondom, hogy mind lábai. Jaj, nagyon fényes. Igen, de a számla is fényes, ez majd csak nézd meg. Nyíltoztatnak parancsolni? Igen. Én két pohár gyöngyfizt kérek. Jéggel óhajtja? Persze, jéggel, igen. Természetesen. Mi az a gyöngyfizt? Az valami ital. Egyszer egy moziba láttam. De nagyon fényes volt, hogy megrendeltem. Azt mondod? Ugye milyen jó, hogy eljöttünk ki, Muskám. Látod, már nem is vagy álmos, igaz? Levegesd, akkor mindjárt ásítanom kell. Domján Edit, a legkeményebb sztori. Azt mondta egyszer, hogy 40 év fölött egy nő nem nő. És 40. születésnapján meg is ölte magát. Tehát, hogy ő ezt még megmondta, hogy ő 40 év fölött nem akar élni. Tehát ő nem akar megöregedni, nem akar elveszíteni a szépségét, ő a csúcson akarja abba hagyni. Senki nem vette komolyan. Senki. És aztán jött a 40. születésnap, és kinyírta magát, ahogy kell. Ilyen sztorit. Ebben a történetben, ami iszonyatosan nyomasztó, az amiatt egyben lehet tisztelni is ezt az embert. Tehát, hogy ő következetesen nem is tudom, én kevés vagyok ahhoz, hogy megítéljem ezt a dolgot. Tehát, hogy így egyszerre érzek értetlenséget, megvetést, tiszteletet, nem is tudom, hogy mit érezek. Nem tudom, hogy mit érezek ez iránt, a sztori iránt, meg a Domján Edit iránt ezzel a sztorival kapcsolatban. Tehát, hogy ez ilyen, ugye valaki nem nyafog meg, nem szépítőszerekre költ, hanem egyszerűen fogja magát és befejezi. Tehát, hogy ez annyira nagy stílű, ugyanakkor meg annyira nem tudom fölfogni azt, hogy azonosulhat valaki ilyen mértékben csak és kizárólag a testi szépségével, ami hogyha leomlik, akkor ő már élni sem akar. Tehát, hogy egy színésznő, aki még csak nem is feltétlenül csak a külalakjával, a külsejével keresi a pénzt, hanem egyáltalán azzal, amit belülről. Hát meg mennyi szerep van, amit eljátszhat valaki, ha öregszik. Tehát hogy egy csomó szerep lehetőség. Jó, hát ami nyomasztotta, lehetőség. Őt nyomasztotta a 40 év fölött várható élet, és úgy gondoltam, hogy az nem élet. Kőkemény, sorry. Na egy szó mint száz, folytatjuk a listánkat, azt írja a kedves SMS író, Alföldi Róbertet kihagytátok, és egy nagy smiley-val. Na őt tényleg meg kell említeni, mert ő az, aki soha nem fog felkerülni, még a százas listánkra sem. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Darvas Iván. Hát igen, ő gigantikus tehetségű ember. Tehát, hogy így... Most nemrég halt meg. 2007-ben. Két éve halt meg. Igen. Parádés. 25-ben született, június 14-én és 2007. június 3-án, tehát a születésnapja előtt halt meg egy héttel. Hatalmas színész, tényleg, az nem is...
A legnagyobbat mindenképpen szerintem a tizedes meg a többiekben mutatta. Az úri gentri figura, akit, ő ott zászlós. Igen, de igen, konkrétan igen. Az a figura Magyarországról... Ott a felettes, a bárja zászlós, az a tizedes fölött van. Persze. És mégis a Sinkovics az, amelyik folyamatosan megmondja, hogy mi van, meg ő parancsol, meg ő utasítva. Mert karizmája volt. Hát igen, tehát hogy az egész, tehát hogy rangok, meg címek abban a szituációban. Hát katona szökevények között rangokról beszélni, tehát ellopták a zsoldot. Jó, hát zseniális. De hát a Pacsirtában is láthattátok 1963-ban. Vagy a Liliomfi. Hát a Liliomfiban, ő azzal indult, hát ő volt a címszereplő. Dollár Papa 1956, Gertler Viktornak a filmje. De hát fontos megemlíteni az 1966-os Hidegnapokat, ami egy szembenézős film. Konkrétan a saját bűneinkkel nézünk benne szembe, és az egy jó szembenézős film. Tehát, hogyha nyilván hallottatok a délvidéki mészárlásról, amit a magyar hatóságok végeztek a II. Világháború idején, és hát nagyon-nagyon korrektül tárja fel a tényeket, és próbál a mélyére ásni az indítékoknak, meg az egésznek a lélektanának, hogy hogy is történhetett meg ez a gyalázatosság. Pedig mi nem szeretünk szembenézni a múltunkkal. Nem szokásunk. Igen, igen. Ennek ellenére 1966-ban az a film nagyon elsült. Tudtad-e, hogy Darvas Iván valójában Darvas Szilárd volt, csak azért vette fel az Iván nevet, mert volt egy humorista, aki Darvas Szilárdnak hívtak, és akkor ő nagyobb név volt, mint az Iván, és így akarta magát megkülönböztetni tőle. Jó, hát az, ugyanilyen sztori, hogy a Bob Dylan, az a Dylan Thomas iránti tiszteletből vette fel azt a nevet, hogy Bob Dylan. Tehát fölvette aztán a nevet. Igen. Ki az a Dylan Thomas? Valami velszikült, hagyjál már, Bob Dylan! De ez is olyan, hogy Nyilván a valaki olyan gigantikus méretű ember, akkor az teszi ismerté azt, akinek a tiszteletére felvette a nevét, a saját nevét annak idején. Tehát, hogy így Darvas Szilárdra most úgy emlékezünk, hogy Darvas Iván miatta lett Darvas Iván. Nyilván ő akkor valaki volt, csak hát aztán elmúlt az idő fölött. Na igen. Ként mit lehet még tudni hát Darvas Ivánról? A Keleti Mártonnak jó pár filmjében szerepelt, ugyebár a tizedes meg a többieket is a Keleti Márton rendezte, a Tanulmány a nőkről 2 évvel később szintén a Keleti Mártonnak a filmjében, a Pendragon legendában főszereplő, és hát a Hídemberben 2002-ben a Bereményinek a filmjében Metternichet játsza. Nagyon-nagyon... Ez egyébként nagyon ráosztott, igen. Nagyon hát, kifejezetten az a karakter volt egész életében, már nem az, hogy gonosz ember volt, hanem az, hogy ez az ilyen kimért úri figura. Igen. A 7 tonna dollár, az 1973-as vígjátéka. Iszonyú, rettenetesek ezek a címek egyébként. Volt egy ilyen korszak a... Igen, a Kamos Lászlóval, igen. Egyébként Csurka István írta a forgatókönyvet. Tehát Csurka István akkoriban rengeteg... Akkoriban még drámákat, meg forgatókönyveket írt, és nem jelentéseket. A forgatók, de ilyen bohózatoknak a forgatókönyveit írt a Csurka. Akkoriban még nem olyan dolgozatokat írt, igen, nem jelentést, nem írt jelentést egyébként Csurka. Aláírt, de nem írt jelentést. Jó, persze. Csak az igazságnak tartozom már, Oké, csak nem tudtam kihagyni. Na. Egyébként 56-ban például, nem tudom hol volt Csurka, de Darvas Iván éppen egy forradalmi bizottságot szervezett, ezért 22 hónap börtönre ítélték, és 56 után el is tiltották, nem is szerepelt sokáig színpadon, segédmunkásként dolgozott, úgyhogy neki 56-tal volt komoly kapcsolata, és lehet, hogy ezért is lett 90-től 94-ig SZDSZ-es képviselő, ami egyébként ma már ugye szitok szó, akkoriban még ez jó dolog volt. Ne felejtsük el, hogy Darvas Iván az első szabadon választott magyar parlamentnek 1990-ben a parlamenti képviselője lett az SZDSZ színeiben, aztán nagyon hamar leállt ezzel a politizálással, minden esetre ő akkor ott a rendszerváltásnak a hajnalán tevékenyen részt vett, és nagyon keményen kiállt. És érdekes, hogy sok-sok színész politizált a... Pécsi Ildikó, aki az 5. kerületben legyőztet a Máskás Pár Miklós. Nem Tamás, Pető Ivánt győzte le. Pető Iván. 94-ben, azt hiszem. 94-ben, amikor jó, hát az a demokráciának az egyik hatyúdala volt, amikor a Pető Ivánt, aki, mert hogy értjük mi, hogy el akarták küldeni a jobb oldalt. Helyette akartak, vagyis a Pécsi Ildikó megverte a Pető Ivánt, tehát hogy a dolognak a logikájából nem következik. Tehát, de az a baj, hogy következik. Tehát azt a nevet ismeri mindenki, igen, sokszor látta a tévében. Akkor éreztem, amikor a Pécsi Ildikó legyőzte a Pető Ivánt, akkor éreztem azt, hogy ez a demokrácia, ez biztos, hogy jól ki van találva? Nem, biztos, hogy kell nincs. Ez, jó ez, vagy működik ez? Tehát kell ez nekünk? Szóval...
Szóval Darvas Ivánra arra azért is mindig jó szívvel emlékszünk, mert mindig egy nagyon-nagyon, tehát olyan bizonyos értelemben olyasmi, mint amilyen a Cserhalmi, tehát hogy egy nagyon-nagyon korrekt kiállás minden helyzetben. Egy nagyon-nagyon komoly, nagyon konkrét, nagyon erőteljes erkölcsi mérce, ami működött. De lesz ez még igaz egyébként más emberre is, ezen a más színészre is ezen a listán, tehát igazából úgy veszem észre, hogy akiket mi itt összeszedtünk, azok nagy többségében emberileg is. Tehát nem csak színészileg nagyok, hanem emberként is oda kell rájuk figyelni. A Darvas Ivánt mindenképpen nagyon tiszteljük. Gábor küldött nekünk egy SMS-t, amit nem tudunk értelmezni. Azt írja nekünk: Gagyi magyar sztárokhoz egy ezres SMS csomag sem lenne elég. Usztics, Hollósi, Alföldi, Bajor, Német Kristóf, sőt, nekem még Rudolf, de akár Sinkovics is. Törőcsik, mitől ekkora sztár? Kérdezi Gábor. Gábor! Sinkovicsnak a nevét egy SMS-be írod le Német Kristóffal? Vagy hogy a Bajor Imrével, meg Usztics Mátyással, meg Hollósi Frigyessel? Hogy van ez? Jó, de mindenképpen Német Kristóf itt a legkeményebb ezen a listán. Tehát Német Kristóf és Sinkovics Imre gyakorlatilag kijelöli a magyar színjátszás alfáját és omegáját, és ezt olyan értelemben mondom, hogy az alfa az a gödör mélye. Hihetetlen az, hogy az ember még addig sem vitte, hogy egyáltalán a nevével foglalkozni kellene. Még csak celeb se lett sosem. Igen, még egy ócska hétköznapi celeb sem lett belőle, akit megdobálnak, majdnem mondtam, mivel valamelyik showműsorban. Darvas 56-ban a bátyját hozta ki a börtönből. Állítólag ABC sorrendben hozták a foglyokat, aztán ő a D után lelépett a bratyóval, írja nekünk a kedves rádióhallgató. Azért szervezett forradalmi bizottságot, hogy a bátyját kihozza. Hát ő 50, na jó, de ő 56-ban is. Na hát erről nem is beszéltünk, hogy 56-ban. Mondtam. Hát, hogy ő, és utána ült is, nem? 22 hónapot ült, mondom, jó, és aztán kemény. Meg eltiltották a színjátszástól, tehát ő nem, utána nem játszott színpadon. Igaz, 57-ben már forgatott filmet, de színpadon sokáig nem játszott. Na hát, ez Darvas Iván az minden tekintetben egy példakép kell, hogy legyen előttünk, nem csak a tehetsége, de az embersége miatt is. A toplista mai 6. helyezettje. A magyar Robert De Niro, Eperjes Károly. Robert De Niro. De ez teljesen egyértelmű. Tehát várjál, hogyha ugye Eperjes Károlynak olyan Bereményi Géza, amilyen Robert De Nirónak Martin Scorsese. Tehát, hogy így Scorsese megtalálta magának azt a színészt, akivel dolgozni akar, köszönni. Bár másokkal is tök jó filmeket csinál, de ha ott van De Niro, miért választana mást, hiszen ő a tökéletes bárhova, és Bereményi pont így van Eperjessel. Ő az Eperjesben bízik, ő tudja, hogy az Eperjes az meg fogja azt csinálni, amit ő vár tőle, és az Eperjes az megcsinálja, amit ő vár tőle. Eperjes egy zseni. Ezért, mert egy zseni. És egyetlen problémája van az élettel az az, hogy mélyen hívő katolikus ember, és olyan mértékben hívő, hát hogy vallási fanatikus. Hogy gyakorlatilag igen, egy hittérítő, és ez annyira rányomja a bélyegét mindenre, hogy szerintem ezért nem foglalkoztatják annyit, mint amennyire egyébként jó színész. Hú, de mekkora színész. Az Uramisten című filmmel foglalkoztunk már ebben az adásban, az 1984-ből, hogy a tanítványok egyébként Eperjesnek a kedvence, tehát amikor Eperjes megkérdezik, hogy melyik az a film, amit a legjobban szeret, akkor az A tanítványok, ez szintén Reményinek a filmje. A Szabó Istvánnak a Hanusszen című filmjében is játszik 1988-ban. Bereményinél mindig, tehát a turné, nekem az Eldorado tanítvány, tehát ami a Hidenberg mindig a turné. Igen. A Legény Anyáról se feledkezzünk meg, ahol ő játsza Józsit. Mindenki hát igen, ő a Bélának hívnak, igen. Igen. Hát ő az egyetlen, aki nem Béla. Egyébként a szülei őt papnak szánták, és milyen furcsa, végül tényleg az lett. Az lett. Beteljesítette. És ő is volt egyébként parlamenti képviselő, 94-ben a Fidesz színeiben szerzett mandátumot, de egy hónappal később lemondott, ezt később úgy kommentálta, hogy sokkal jobb, hogy XY, nem tudom ki, elfeledett politikus került be az ő helyére, mert ő sokkal jobban tudott tenni a hazáért, mert ő mégsem odavaló. Gyere csak, Tibor! Mit akar ez a ravasz kígyó az urattól? Onnan tudjam. Markolj bele! Amennyi belefér a kezedbe, azt mind elviheted. Vegyél magatoknak lakást! Apa, miért nem nekem adod ide? Mert én vagyok a férfi. Te törődj a gyerekkel, jó? Ez a beszél, jó? Apa, tudod, te mit csinálsz? Kapen. Apa! Ebből nagyon nagy lakás vehetsz. Nagyon-nagyon. Jól lenne. Nézd jól körül, szemfüles légy! Attól ne tessék félni. Miért nem szóltál nekem, apa? Ez az, Tibor, futás! Nem megy sehova. Apa, én voltam ő vele egy évig külföldön. Én ismerem. Apa, ez nem fog visszajönni soha többet. Hogy lehet ilyet mondani? Ha mész is, intézkedsz.
Bécsben hideg volt, nagyon fáztam. De szerencsére becsapott egy bomba a szemközti házba. Én meg kinyitottam az ablakokat, hogy bejöhessen a meleg. Ez volt a legnagyobb szerencsém mellette, mert nem volt semmim, amit felvegyek a nagy hidegben. Apa, mert elcserélte a kabátom a cigarettára. Ez a gyereked apja? Apa, mégiscsak. Te jó kereskedő vagy, apa. Te nem bízhatod a brilleket egy ilyen emberre. Gyémánt is van közte. Apa! Nagyon nagy érték. Nagyon, nagyon nagy. Üzleted lesz most neked, ha nem vigyázol. Vegyél magatoknak egy nagy lakást. Szervusztok. Szervusz. Ezt nem látjuk soha többet. Tudtam, mondtam, nem hiszi el. Apa, te nem vagy normális. Megbolondult. Dehogy bolondult meg? Egy ilyen emberre nem lehet bízni ilyen értékeket. Én nem is értem. Azért adta neki oda. Miért? Éppen azért. Miért azért? Azért, hogy ne jöjjön többet vissza. Azért. Hát ez egy hatalmas film, ez az Eldorádóból, maga ez a jelenet, megváltotta, gyakorlatilag megvásárolta egy maroknyi aranyér a lányát, meg az unokáját. Mint ahogy minden más is vásárolt folyamatosan. Mindent vásárolt, tehát hogy ő ott az arannyal fizetett mindenért. Tehát az... De a lánya az így nem vágta igazából ennek a jelenetnek a dinamikáját, tehát így ne, apa, ne! Nem értette, hogy most ő itt éppen adásvétel tárgya, tehát a lány azt magyarázta, hogy ne adod a pénz, hát meglép vele. Tehát nem érted, hát kislány, hogy éppen most vásárollak meg téged, meg a gyerekedet ettől a ganétól. Jó, hát szenzációs. Jó, hát hatalmas. Tényleg. És ez az a film, amiben iszonyú jól lettek a színészek kiválasztva. Tehát, hogy így mindenki a helyén volt, és mindenki, akit én egyébként nem tartok olyan nagy színészeknek, mondjuk az Eszenyit sem, tökéletes erre a szerepre is, és ez hát neki való. Szerintem nagyon jó az Eszenyi egyébként. Nem tudom, szerintem szörnyűségeket tud művelni. Az a baj, hogy nem bánik jól a saját tehetségével. Tehát így, úgy gondolom, kell hogy nem egy menedzser. Igen, nem menedzseli jól magát, hogy mondjam, tehát hogy így szerintem egy nagyon tehetséges színésznőre, hát most már nem is azt mondanám, hogy tehetséges, hanem egy igen nagy színésznőről van szó, csak hát, hogy mondjam, nem mindig a legjobb ízlésű választásokkal él. Nem szabad rábízni ezt a feladatot. Hogy fogalmazzak? A magyar filmnek a válsága az nem abból fakad, hogy rosszak a színészek, hanem hogy itt egy nagyon komoly szakmai válság van, tehát hogy itt egyszerűen nincsenek meg azok a rendezők, akik kivernék, kirúgdosnák, ki hoznák azokból a színészekből azt, amit tudnak. Tehát nincs rendes színészvezetés. Nem tudják meggyőzni őket arról, hogy mi az a figura, nem tudják átadni azt a koncepciót, azt a víziót, ami a fejükben van, és ezért aztán a színészek a filmekben hazudnak a szájukkal. Hazugok a jelenetek, hazugok a jelenlétek, olyan mértékben hazug az egész, hogy szinte látom az operatőrt. Szinte belóg a mikrofon a képbe. Ez így konkrétan meg is jelenik a Hídemberben, és akkor már említsük azt, hogy a Hídembert, meg az Eldorádót nem ugyanaz az ember rendezte? Mégsem ezzel van a baj. Ott van a politikai akarata. Hát ez az. Igen. Sajnos ott van a Hídember mögött a politikai akarat, de maradjunk annyiban, hogy a Hídembernél manapság szinte csak rosszabb filmeket látunk. Én sem szeretem a Hídembert, szerintem sem sikerült jól, szerintem is nagyon kilóg a beremény életműből. És egyébként azért is rettenetes, amikor azt mondja Eperjes Leál vitatkozni a rendezővel, hogy már pedig Széchenyi nem lett öngyilkos, és nem őrült meg, és másként kell azt a karaktert formálni, és hát ilyet szerintem nem lehet. Na, kezdjük azzal, hogy a Bereményi filmekben, a Bereményi filmek azért jók, mert van színészvezetés, mert a Bereményinek van víziója, van koncepciója és van hatása a színészeire. A Hídember meg azért rossz film, mert egy politikai koncepció, egy programfilm, egy politikai koncepció állt a dolog mögött egyrészt, másrészt meg annyira adva volt, hogy az Eperjesnek kell a Széchenyit játszani, és Eperjes azt mondta, hogy ő nem adja Széchenyi lelkét. Ő nem hajlandó belemenni abba. Itt az, bejött az ő küldetéstudata, az ő rögeszméje. Igen, és azért ez itt egy probléma van, tehát az döntse már el a rendező, hogy az ő Széchenyije öngyilkos lesz-e vagy sem, és ne attól ne legyen öngyilkos a film végén Széchenyi, mert a főszereplő nem hajlandó eljátszani, mert ha neki úgy kell eljátszani a Széchenyit, hogy az öngyilkos lesz, akkor a Széchenyi nem a mennybe került, és akkor az ő Széchenyi képe az összeomlik, és ahhoz ő nem asszisztál. És ebben az a szörnyű, hogy itt még csak nem is az a fontos, hogy történelmileg ez hogy volt, tehát hogy a pontos, mint hogy a Bestelen Brigantikban, az új Tarantino filmben sem az a fontos, hogy valójában Hitlert megölték, vagy nem a merényletben, hanem az, hogy ő ezt így képzelte el, és ennek így kell vászonra kerülnie. Tehát a rendezőnek legyen egy víziója, legyen egy koncepciója, és azt valósítsa meg, és ne a bigott vallásos főhős
főszereplő legyen az, aki eldönti azt, hogy a Széchenyi öngyilkos lesz-e vagy sem, hogyha szabad kérni. De egyébként tehát, még csak nem, az... nem erre mondják azt, hogy nehogy a nyúl vigye a puskát. De az meg közben nem baj, hogyha a rendező egyeztet a főszereplővel, és a főszereplő a saját ötleteit is beleteszi, mint ahogy rengeteg filmnél, meg színésznél, akit itt a listán említünk, ilyen sztorikat fel lehet lelni, ahol ő maga befolyásolta azt, hogy milyen lesz a megformált karakter. Tehát nem csak, hogy eljátszottak vele valamit. Várj, itt nem a karaktert, hanem itt a sztorit. Itt a sztorit befolyásolta. Tehát itt beleszólt abba, hogy mi történjen a filmben. Nem arról van az, hogy hogyan valósítja, hogyan formálja. Egyébként még visszatérve oda, hogy mondtad, hogy az is a baj a Hídember, hogy politikai akarat volt mögötte. Még ezt sem mondanám, mert a Tizedes meg a többiek mögött is politikai akarat volt annak idején, és az egy zseniális jó film lett. Minden esetre nekünk Eperjes Károly tehetsége előtt csak főhajtás az egyetlen, amit el tudunk képzelni, tekintettel arra, hogy egy ilyen gigantikus színészről van szó, és még bőven tizedek állnak előtte, hogy a hatodik helyhez képest előrébb és előrébb lépjen ezen a bizonyos. 54-ben született, tehát ő még egy fiatal ember. Hú, de még, és nagyon-nagyon-nagyon izgatottan várakozunk, hogy Eperjes Károlytól milyen hatalmas alakításokra számíthatunk. Még lesz egy második aranykora, én azt hiszem. Tehát ő most kicsit belekavarodott ebbe a hit dologba, amiért én egyébként mélyen tisztelem, hogy őnek ilyen erős és élő hite van, de ezt le kell magában annyira tisztítania, hogy ez ne áradjon mindig mindenhol ki, hanem és ne korlátozza le, hanem támogassa. Válassza egy kicsit külön, tehát legyen az, hogy igen, mint ahogy a brazil focisták sem a pályán imádkoznak, amikor éppen gólt kell lőni, hanem a gól után imádkoznak. Na hát ez az a bizonyos lista, amelyet a 10 valaha volt legkiválóbb magyar férfi színésznek a listája. A 10. helyezett Garas Dezső volt, a 9. Cserhalmi György, a 8. Pécsi Sándor, a 7. Darvas Iván, a 6. Eperjes Károly, és innen folytatjuk a hírek után. SMS jött. Rendező, kérdezi az SMS író. Jó forgatókönyv nincs. Ez a lényeg. Ha jó egy színész, kihozza ő saját magából. Szóval Magyarországon inkább az a baj, hogy ötlethiány, szcenárió hiány van. Na várjunk csak. Az egyébként lehet, hogy nincs jó ebben forgatókönyv. Nagyon sok igazság, ebben nagyon sok igazság van, amit írt nekünk az SMS író. De például ott volt a sorstalanság. Kiváló színészek, akiről tudjuk, Hauman Péter például. Aki vagy, nincs rajta a tízes listán. Vagy Benedek Miklós, aki szintén kiváló színész, szintén nincs rajta a tízes listánkon. Olyan pocsékul hozzák benne, tehát rémesek. Jó, hát igen. Kiváló színészekről van szó. Csak el kellett volna mondani nekik, vagy meg kellett volna mutatni nekik, hogy mi kell, mit kér. De egyébként ez nem csak a forgatókönyvről szól, a rendezőről, a színészről, de szól a dramaturgról is, mert hiába van egy jó forgatókönyv, jó színéssel és jó rendezővel. Ha a jelenetek konkrétan a dramaturgiai rossz. Egy Nobel-díjas könyvről van szó, egy kiváló színészekről van szó, és a film mégse lett jó. Szóval nem olyan egyszerű ez, de biztos, hogy a forgatókönyvben is hiány van. Sok minden összetevője van. Hát valahogy a fűszereknek úgy kell együtt állni, hogy azok jók legyenek. Meg aztán Bereményi. Hát Bereményi nem bízott semmit a véletlenre. Hát megírta ő a forgatókönyvet, aztán megrendezte ő a filmet. Tehát nem az volt, hogy jó-e a forgatókönyv. Ő fogta és megcsinálta, összerakta az egészet úgy, ahogy kell. És attól az úgy lett jó. Mert a Bereményi az egy autonóm alkotó ember. Nem arról van szó, hogy hát nincs jó forgatókönyv, most mit csináljunk, álljunk sorba egy kis állami támogatásért, aztán majd valamit rendezek idén is, biztos kapok a Mozgókép közalapítványtól, majd Csúrancsepet. Nem, tehát hogy így van koncepciója, van víziója, tudja, hogy kik azok a színészek, akik kellenek neki, megírja a forgatókönyvet, megrendezi a filmet, és úgy jó, ahogy van. Aztán az is lehet, hogy ahhoz kell az a várakozás, ami belül az a feszültség is, hogy úgy meglegyen, hogy hú, de rendeznék már egy filmet, és lehet, hogy például a Hídembert éppen akkor rendeztem, amikor nem volt benne ez, nem olyan szinten volt benne ez a feszültség, csak úgy elétolták, hogy rendez már egy filmet, és éppen nem volt a toppon, és hát én azt hiszem, hogy ez nem belőle fakadt. Nem úgy, ahogyan a korábbi filmjei. Legalábbis szeretnénk azt hinni. Igen, kapaszkodunk ebbe a gondolatba. Sziasztok, nekem Gáspár Sándor a kedvencem, írja az SMS író, utána meg a szőke Bandi Viktor. Hát Viktor, a Gáspár Sándor az egy kiváló színész, én szerintem is. Az tényleg egy jó színész. De hát az is... Tehát megint nincs a tízben, tehát jó, én is felírom a nevét, aztán találok mellé még 15 másikat, és a végén ki fogom húzni, mert egyszerűen vannak sokkal jobbak. Egy bolond százat csinál meg, nem tudom, ilyen filmben játszik. De egyébként a szőke meg olyan, mint a Mucsi, aki szintén nincs rajta a listán, és szőke sincs, aki tud egy karaktert, vagy kettőt, azt
zseniálisan, tehát én teljesen oda vagyok Mucsitól, hogy az mekkora egy állat, én nagyon és hogy mennyire tökéletes figurája van, de csak egy figurája van, ez tény. Hát, a Serelnek meg olyan sok. Jó, a Serelnek meg a Mucsinak meg van egy közös figurájuk, az az ő kettőjük figurája, igen, és mindig tökéletes, én mindig és imádom. És a Jancsó az ebből él most már. És akármikor látom őket, akárhol, és ezt előadják, az jó, csak nem tudnak mást. Vagy én nem látom azt, hogy mást tudnának. Tudnak azok mást, hidd el. Tudnak azok mást. Sok minden mást tudnak azok. Csak hát ez van, erre a van igény. Hát ez van a kirakatban. Meg lehet, hogy erre van igény. Szóval az emberek ezt akarják, hogy mutasd azt a trükköt, amikor a három labdát dobálod, tehát az nagyon jó. Hát ez ugyanolyan, mint amikor az Andy Kaufmannak folyamatosan kiabálták, hogy Lotko, a Lotkát, Lotkásat! Az Andy Kaufmann meg annyira utálta már. Hát azért csak aztán elővette a Lotkáját, elővette a kis könyvét, és elolvasott. Igen, ővele nem cirkuszban vagyunk, tehát őtől nem lehet csak úgy követelni, hogy a Lotka. Na. Szóval folytatjuk a listát, és bízunk abban, hogy a 0629986986-os SMS számon meg fogtok minket találni az észrevételeitekkel. Puzsér Róbert és Magyar Dávidon itt a stúdióban. Ez a hét mesterlövésze a Rádiókafén, és a 10 valaha volt legnagyobb magyar férfi színésszel foglalkozunk ma. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon Latinovics Zoltán az 5. Hát ő egy gigantikus figura. Az egész karizmájával úgy így beteríti a 60-as éveket, így a személyével, így olyan, mintha így mindenki a Latinovicshoz képest lenne. Nem? Hát őt nehéz ám megfogalmazni, tehát az biztos, hogy egy zseniális figura volt, de mégis kicsit ellentmondásos. Tehát én nem mindig szerettem az ő előadás módját, mert Darvas Ivánnál is éreztem egy ilyen túljátszást, meg túlmodorosságot, ezt a Latinovicsnál még inkább, meg egy ilyen távolságtartást, szóval úgy nem került bele mindig nekem a szerepeibe, hanem minthogyha ő így fölülről nézni ezt az egészet, és kicsit így köpne erre az egészre, de az tény, hogy amikor viszont meg tudta magát mutatni, akkor az tökéletes volt. Hát volt ez az attitűdje, amiről most ugye beszélsz. Szerintem ez az, amire te gondolsz. De a verseket is így mondta meg. Hát már amelyiket így mondta. Meg ilyen nagyon ízesen. Így igen, volt súlya annak a szónak. Szóval nekem túl volt, sokszor túl igen, sok de volt. Ez, de le tudta ezt vetkőzni a kellett. De az biztos, hogy tökéletes is volt, és akkor megint felemlegetjük az 5. pecsétet, amiben ő játssza a rendőrtisztet, a hátborzongatóan kőkemény a civil ruhás náci szerepében. Igen, sötét figura, hát és az a sátáni figura. Az ami milyen ördögi, és az elmagyarázza. Ott abban a szerepben a Latinovics utolsó szerepe a halála előtt néhány hónappal forgatták. Ott elmagyarázza a fasizmusnak a lélektanát. Ott meg minden diktatúrának, nem is csak elég, a fasizmusnak. Elég komoly receptet is ad így a jövő generációinak, hogy hogyan kell jól csinálni, hogyan kell az emberekkel jól. Az gyakorlatilag egy nagy jelenete van, abban az egész 1984, meg az egész szép új világ, meg minden ott abban kibontakozik. Tehát, hogyan kell az egy ember akaratát megtörni, hogyan érjük el, hogy szeresse a nagy testvért. Hát konkrétan igen, az emberi psziché ismeretének a legsúlyosabb mélység. Hát nem, itt arról van szó, hogy mi történik akkor, hogyha a pszichológiát rosszra használjuk. Már pedig miért ne használjuk rosszra, ha a hatalmat akarjuk. Hát igen. A Pacsirta című filmben 1963-ban már láthattátok, aztán a Jancsónak az Oldás és Kötés című filmjében 1963-ban szintén kiváló, akkor a Jancsó Miklósnak a filmrendezés tudománya még másból állt, mint hogy kapa, állja oda Pepe mellé, aztán csináljátok azt, amit a múltkor is. Valaki az nagyon vicces volt. Azt a vicces hülyeséget csináljátok. Na, forog, akkor menjen. Aztán majd, amikor lejátszottatok a jelenetet, én megittem a fröccsömet, akkor találunk egy címet ennek a filmnek, mert még nem tudom, hogy miről fog szólni, de majd, ha eljátszottatok, akkor tudni fogom. Aztán a Szegény legények, szintén Jancsó film, 1965-ből, szintén Latinovicssal, szintén kiváló, szintén szeretjük. A Hideg napok, ugye arról már volt szó. Pendragon legenda. A Pendragon legendában, ott ő a főhős, tehát ő a maximálisan azonosulsz karakter. Aztán a Szimbád, hát ott is a Szimbád és az Isten hozta Őrnagy úr, tehát ilyen karakterek, úristen, az Őrnagy úr mennyire zseniális. Jó, az Őrnagy, az kiváló, az hibátlan, de hát a Karinti szerepében ott is az Utazás a koponyám körül, ott ő játssza Karinti Frigyest, ott is kiváló. Tehát ő maga Szimbád, ami hát így ő így se egyetlen szerepével nem fort egybe annyira, mint a Szimbáddal. De hát megemlíthetjük a Sellő a pecsétgyűrűn című filmet, abban is, a Kárpáti Zoltánban,
ugye a Jókai regényének a feldolgozásában, vagy a Kosztolányi aranysárkány feldolgozásában szintén láthatjuk Latinovicsot. Azt nem beszéljünk arról, hogy kivel ford össze az ő élete, aki mind a kettőnk nagy kedvence Rutkai. Színésznő, Rutkai Éva. Tehát Rutkai Éva is Latinovics. Aki meg a top három színésznőben talán az első hát helyet foglalja. Hát alig, az első lenne. Hát igen, hát Latinovics és Rutkai az a hát ők a... Kell ennél szebb románt? Hát ők a magyar Elizabeth Taylor és Richard Burton. Tehát, és az a durva, hogy ők is eljátszották a Nem félünk a farkastólt, ahogyan a Richard Burton az Elizabeth Taylor, csak ők nem filmen, hanem színházban, de azt én úgy megnézném, azt nem tudom, hogy azokat ezekhez hozzá lehet valahonnan jutni, hát biztos, hogy rögzítették, csak aztán, hogy benn van valami archívumban, ahonnan gondolom másfél millió forint kikölcsönözni, de vagy majd akkor hát még gondolom, hogy úgy van, hogy percenként 10 000 forint, és akkor hát fizesni persze. De én azt annyira megnézném, mert nekik ugyanolyan pokoli volt a házasságuk, mint a Richard Burtonnek, meg mint a Mártának és George-nak, meg mint a Elizabeth Taylornak, meg a Richard Burtonnek. Szóval, meg hát arról is fontos lenne beszélni, hogy mennyire kiválóan mondott verset, hogy az egyik legnagyobb hát, szabadon művész volt. Így, igen, ő vele, ez megint csak összefort, tehát amikor az ember annó gyerekként, legalábbis a mikorosztályunk várta a Derikket, és előtte volt egy vers mindenkinek, akkor kénytelen volt Latinovicsot végighallgatni. És akkor Latinovics elmondta, hogy nagyon fáj. De egyébként a Latinovicsnak a sorsa olyan mértékben, hát József Attila, tehát egy József Attila mániákus volt, és hát senki nem mondott úgy József Attilát, ahogy Latinovics, egyébként Adit. Egyébként egy Adihoz meg külön, tehát hogy ő egy maximálisan Adi-szerű figura volt, tehát az Istennel vacsorál, tehát hogy ő nem adja a láb, tehát hogy hétszilvafás öntudat, valahogy így tudnám megfogalmazni, ez annyira benne volt az Adiban is, meg a Latinovicsban is, tehát az meg, hogy a Latinovics oda ment meghalni, ahol József Attila meghalt. Na jó, hát, most erre megint azt mondják, mint a Bertók Lajosnál, hogy azért utóbb vizsgálták ezt az esetet is, hogy az nem öngyilkosság volt, hanem baleset. Egész véletlen szervezett pontot balesetet, ahol a József Attilával kapcsolatban is mondják, hogy az baleset volt. Hogy is ilyen Garam Völgy írt valami könyvet József Attila halálára. Jó, azt is tudjuk egyébként, hogy Barguzinban megtalálták Petőfinek a sírját, ugye? Igen, Morvai, a Kazán király. Emellett Hitler él, és Brazíliában még ma is, napjainkban is. És hamarosan könyvet adnak ki a szeretőjéről, aki homoszexuális volt. Igen. Első hét, első kiadás, 100 000 példány. Utána egy hónapon belül 3 nyelvre fordítják, egy fél éven belül 16 nyelven jelenik meg. Latinovics Zoltánnak most egy Vörös Sándor vers előadását fogjátok hallani. A Majomország című verset, amiből hát többé-kevésbé kibontakozik az, hogy Vörös Sándor hogyan gondolkodott az emberiségről, és az utolsó sorát a versnek maga a költő mondja el. Hát igen, zseniális. Zseniális az előadás, és zseniális maga Vörös Sándor. Tehát, hogy ehhez nem tudunk mit hozzáfűzni. Nehéz az a baj. Tehát Vörös Sándor nekem mindig is a csúcsok csúcsa volt. Ez le a kalappal. Tehát, hogy ennél nincs tovább. Tehát ez egy olyan magas hegyen van, ahova nem látunk föl. Kár lenne nekem így felkiabálnom. Nagyon ritka ott a legyen nekünk. Jól rakta a főnök azt a gerendát. Ja, jó volt. Azt írtak nekünk SMS-t. Az a gond, hogy nagyon szűk a keresztmetszetetek. Lehet, hogy ez egy mozileső, de kizárólag ennek alapján nem lehet megítélni egy színészt, például Bucsi Zoltán. Nem kimagasló, de több, mint egy kapa, lásd színészi alakításai, úgy tűnik abban ti nem vagytok erősek. Tehát lassan az ítéletekkel írja nekünk Marian. Én egy szóval nem mondtam azt, hogy ő pusztán egy kapa. Szerintem én Bucsi, voltam, elnézést, igen, én voltam, beismerem. Volt egy röpke vita köztünk, hogyha erről Marian esetleg lemaradt. Én szerintem a Bucsi az egy kiváló színész, és nagyon sok minden mást is tud. Tehát, hogy nincsen arról, hogy a Bucsi az kapa lenne. Végén azért elmondtam, hogy akkor ez valószínűleg úgy néz ki, hogy ezt követeli a tömeg, tehát játssza el a latkát, ugye Robi hozta is a példát. Igen. Na hát akkor most azért kimosdattuk magunkat, nem? Na. De most Latinovicsról van szó, és nem Bucsiról. Latinovics nálam világviszonylatban is dobogós írja az SMS író Brandóval és Nicholsonnal együtt, és nem biztos, hogy csak a bronzérmet adnám neki. Sajnos arra a korszakra, amit vitattok, már rányomta a bélyegét az egyre elhatalmasodó betegsége, az úgynevezett borderline személyiségzavar, lásd Domján Editet és Albert Györgyit is. De az Albert Györgyinek annak nem depressziója volt? Lehet, hogy ezek együtt járnak. Egy szó mint száz, az 5. helyezett Latinovics Zoltán, és hát ekkora színész nem születik minden évtizedben, azt kell, hogy mondjuk. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a 4. A 4. helyezett Páger Antal.
Páger Antalról azt lehet mondani, hogy ő a magyar film két komplett korszakát köti össze, tehát hogy így azt lehet mondani, hogy ilyen két erős korszaka volt a magyar filmnek. Az első az a 30-as, 40-es évek, a meseautó, meg a halálos tavasz, meg a nem tudom, amit én egyébként nem tartok sokra, de tény, hogy egy népszerű és de egy olyan, olyanokkal sikeres. Játszott, mint Kabos Gyula és Dajka Margit, tehát ő még hát, az a generáció, igen. Amikor még épp hogy megszületett nálunk a film. Nem, hát ő egy másik Jávor Pál volt, azt kell tudni, tehát a Páger Antal volt a másik Jávor, tehát hogy az olyan volt, hogy most akkor a Jávor fogja eljátszani, nem majd a Páger. Tehát, de hogy ő együtt játszott Gózon Gyulával, Kabos Gyulával, tehát az, és aztán meg ez a karrier, ez átnyúlt a háború után, és azután meg a együtt játszott Latinovicssal, meg Darvassal, tehát hogy ő ténylegesen elmondható, hogy ő két komplett, tehát hogy ő a magyar film. Na, Páger Antal a Mr. Magyar mozi. Volt egy rövid időszak, amikor megszakadt az ő karrierje itthon, és hát ez véletlenül éppen egybeesett a nyilas rémuralommal. Hát az neki felívelt a karrierje, nem megszakadt. Az okozta az ő vesztét, hogy 44 őszén konkrétan parolázott Szálasival, és akkor már lehet, hogy nem kellett volna nagyon oda tennie magát a nyilas propaganda mellé. Ő később azt mondta, hogy meg hát mindenki, aki ismerte, azt állítja róla, hogy dehogy akart ő, meg nem volt ő náci, meg nem volt ő nyilas, csak hát egyszerűen nem tudta a hírnév, mert hogy ő törleszkedtek hozzá a nyilasok, mert mégiscsak ő egy hatalmas nagy sztár volt, és nyilván ő meg elgyengült, és hagyta, hogy behúzzák, aztán elmenekült az országból. Jó, nyilas volt, Páger nyilas volt, na. Na, tehát hát, ezért mondjuk ki. Jó, oké. Okay. Én csak azt mondom, amit olvastam róla, nem ismertem Págert, és nem ismerek olyan embert, jó. Aki ismerte. Amikor a Páger visszatért, mert utána emigrált, tehát félt is hazajönni sokáig, aztán jó pár évvel a felszabadulás megszállását hívjátok, ahogy akarjátok, osszátok be. 56-ban repült egyébként haza, 56 augusztusban repült haza Bécsből külön géppel. Azért Páger 56 augusztusában, képzeld el. Nem, 56 augusztusban, tehát hazajött külön géppel, azért mekkora ember lehetett, hogy külön géppel hozták haza Bécsből. Hát kellett a rendszernek nagyon, na, tehát azért tényleg hatalmas sztár volt, és akkor ő gyorsan megbánta minden tettét, újra szerepelhetett, és jött az október. És oda mentek hozzá, és várták, és kérték, hogy Antal, gyere, állj közénk, és mondta, hogy nem, én nem politizálok, én többet egy szót nem szólok semmilyen rendszerről, tőlem nem halljátok, hogy ez jó vagy rossz, szervusztok. Hát igen, azt kell tudni, hogy azután, hogy hazajött Páger, egy nyilvános próbán a Keleti Márton, aki akkor a magyar filmnek, meg a magyar színjátszásnak az atya úristene volt, nyilvánosan felpofoszta Páger Antalt, és ember még pofonért annyira hálás nem volt soha, mint a Páger azért a pofonért, mert tudta, hogy ezzel a pofonnal őt most visszafogadta Keleti a magyar film világába, kvázi. Tehát, hogy ő attól félt, tehát, hogy ő nagyon örült annak a pofonnak, tehát, hogy az egy csókkal ért fel az a pofon, és az egy nagyon nagy gesztus volt a Keleti részéről, az a pofon. Tehát, hogy az a konfliktus megoldás volt, ami nem a szavak szintjén zajlott, igen, hanem igen, egy... Ez a legnagyobb, ez egyébként az egyik legkiválóbb, legjobb történet, amit a magyar filmes szcénából valaha hallottam. És akkor Páger újra sztár lett egy csapásra, visszakapta a villáját, amit egyébként elvettek tőle, tehát képzeld el, villája volt, és azt visszakapta az 50-es években, ami nem lehetett akkoriban egy olyan egyszerű dolog. Amúgy 112 filmjét tiltották be, tehát ő már 45 előtt 112 filmet forgatott, az milyen? És azokat betiltották? Betiltották, azokat filmjeit. Nem vetítették többet, persze. Hát egy nyilas volt. De kőkemény. Na hát Páger, hogy mekkora színész volt, arról csak annyit, hogy a Pacsirtában nyújtott alakításáért, az 1963-as osztolányi feldolgozás, ugye? Cannes-ban a legjobb férfi alakítás díját kapta meg. Tehát, igen. Hogy a legjobb férfi színész cannes-i nagy díj Pacsirtáért. Láttátok a Pacsirtát? Lássuk be, a cannes-i filmszemle az egy kicsit nívós. Megmondom, hogy szerintem az az első szám. Az a film. Tehát a berlini, meg a velencei az ilyen halálosan snob, az Oscar, meg a Golden Globe az meg halálosan kommersz, hanem szerintem a fókuszban, vagy hogy is fogalmazok, tehát szerintem a gyújtópontban az a mértékadó. Igen, a cannes-i nagy díj. Na hát.
Hát nem tudom meg kifejezni, hogy mennyire büszkék vagyunk ezért. Hogyha láttátok a pacsirtát, hogy az mekkora. Hogy az, na az a, az a feldolgozás, az méltó, azt lehet mondani, hogy méltó a Kosztolányi regényéhez. Egyébként az, tudni kell, hogy a Kosztolányi az Thomas Mann kedvenc regényírója volt. Tehát, hogy ezt Thomas Mann nem csak írni szeretett, olvasni is, de abból csak a jót. Adott azért ez a föld egy-két nagy nevet a világnak. Hát azt hiszem, hogy Kosztolányi volt az egyik leg... Hát, tehát, hogyha azt lehet mondani, hogy magyar próza irodalom, akkor annak ő volt a csúcsa. De hát a Fábri Zoltánnak a 20 óra című filmjében, ami tehát ugyanaz a szereposztás, mint az ötödik pecsét, tehát a Sánta Ferencnek a regényéből rendezte Fábri Zoltán, tehát tök ugyanaz történt. Vagy a Keleti Mártonnak a Hattyúdal című filmjében, hát az ismert dal, a népszerű dal, a Villa Negra nem apác az árd, az éppen ebből származik. Mindent elmond a Págernek a tehetségéről az, hogy ő nyilas volt, és ennek ellenére hazahozták, és különgéppel, és ez egy magyar diplomáciának a nagy sikere volt, hogy ő itthon van, és nem Argentínában. Hát tehát, és újra elő lehetett venni 112 filmjét, amit korábban betiltottak, és még rendezhettek mellé, nem tudom hányat, de a lényeg az, hogy nem lehetett eltüntetni akkor a sztár volt. De nem, megkerülhetetlen volt, tehát hogy így egyszerűen így Páger nagyobb színész volt annál, mint az a fenntartás, hogy most nyilas volt, és most mit csináljunk. Na. Tehát, hogy így ez egyszerűen olyan volt, mint az amerikaiaknak von Braun, aki jó, persze a náciknak csinálta a V1-et meg a V2-t, de hát kellett az amerikaiaknak is. Hát de tudott elvitték valami olyat, ami az ideológiai megfontolásokon túlmutatott. Nekem az utolsó szerepe az felejthetetlen, és soha nem fogom elfelejteni. A forgatás közben halt meg, ez egy tévéfilm, Cserhalmival játszott, a Cserhalmi játszotta a fiát a Sarkadi Imre elveszett paradicsom című darabjában. Forgatás közben halt meg Páger, tehát nem tudták befejezni vele a filmet, de hát az utolsó, tehát hogy így tulajdonképpen az a halálát megelőző hetekben forgatták, az az én számomra felejthetetlen, és az utolsó jelenet, amikor már meghalt a Páger, és a Cserhalmi a sötétben szólongatja őt, és nincs sehol, és hát az, amikor az utolsó kép a film szalagon besötétül, tehát így besötétül a kép, amikor eltűnik a filmről. Az egy brutális drámai erejű pillanata volt a magyar filmnek, amikor Páger eltűnt. Tehát, hogy ő egy a magyar filmmel. Szóval van a Páger előtti, a Págeri és a Páger utáni magyar filmgyártás. A Páger utáni az már nem ér sokat. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje Őze Lajos. ...1935-ben született, és 1984-ben halt meg. Tulajdonképpen egy olyan színészről van szó, aki nagyon nehezen különböztethető meg, vagy nagyon nehezen választható le a virágelvtársról. Mert ő a... Nem feltétlenül csak róla, persze őt a tanú tette őt széles körben ismert sztárrá, de számomra meg abszolút az ötödik pecsétből az órásmester. Hát igen, abban... Nekem sokkal inkább, nekem annyira beégett az, ahogyan kijön a nyilasoktól. Hát az és hatalmas. És így széttárja a karjait, és ilyen teljesen... Hát nem tudja leereszteni a karjait. Aggyal így indul el haza. Úristen. Hát, aki volt már ilyen állapotban, aki volt már annyira bekészülve, mint az ötödik pecsétnek a végén az Őze, meg ahogyan beszél az ötödik pecsétben, meg ahogyan előadja azt az erkölcsi feladványt, a Tomóceusz Katatikiről, meg a Gyuduról. Ami egyébként az egész társaságot eltörli a földszínéről. Tehát konkrétan az a vita indítja el a művészi fényképészt, igen. Hogy felnyomja őket a nyilasoknál. Igen, igen, igen. Tehát konkrétan olyan feladvány, olyan erkölcsi feladványt ad a többieknek, ami letörli őket az élet színpadáról. Fábri 20 órájában is játszott egyébként, de hát amiben tényleg nagyon emlékezetes, tehát hogy ő tényleg a nemzet emlékezetében mégis mint virágelvtárs marad meg, én azt gondolom, hogy azért ez mégis így van, tehát hogy azért ettől a szereptől nehéz elkülönböztetni. Bacsó Péter rendezésében ez a film, azért azt gondolom, hogy a magyar filmnek azért volt a 60-as évek egy gigantikus korszaka, mert olyan filmek születtek, amelyek meghaladták a politikai valóságot. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan filmek születtek, mintha nem diktatúra lett volna Magyarországon. Tehát a például a Tizedes meg a többiek, például a Tanú. De a Tizedes tehát, meg a többiek, tehát ott tényleg fontos megemlíteni, hogy az egész film olyan, mintha nem diktatúrában született volna, de a végére kellett az a jelenet, hát a amikor mindenki beáll a vörös hadsereghez, partizánnak. De a Sinkovics az azért nem.
De végül nem, mégis utánuk szalad. De barátságból szalad. Utánuk szalad, vagy valami. Szóval igen, nem maradt neki sem más választása, mint a vörös hadsereggel felszabadítani Európát. Tehát ott azért érződik, hogy a rendszer így megkövetelte, hogy bizony gyerekek, itt tegyetek egy egyértelmű kiállást. Jó, de így is jó, de így is egy hatal. Tehát ilyen filmeket, mint a Tanú, meg mint a Tizedes, meg a többiek egy diktatúrában. Tehát, hogy erre lehet azt mondani, hogy a művészet az fölött áll a politikának, meghaladja a politikai valóságot. Tehát így hát, ha jól csinálják, és akkor igen, akkor igen, művészet. Igen. És a Tanú is ilyen. Játszott még a Hány az óra Wecker úrban, a Szegény legényekben, sőt a... Hát a Megáll az időben, ami a Gotthár Péter rendezett, de hát meg kell említenünk, hogy a forgatókönyvíró Bereményi Géza ebben az esetben is, és hát egy ilyen mekkora film a Megáll az idő. Remek film. Szirmok, virágok, koszorúk, ami a 1848-as szabadságharc bukása után játszódik, de hát tényleg a virágelvtárs az tényleg a... Szerintem egyébként a Tanúban ő a legjobb. Tehát ott ő az abszolút a legjobb. Tehát hogy az a passzív-agresszív, folyamatos érzelmi zsarolás, amit Igen. Lead a pelikánnak, de a virágelvtárs, érezhető, hogy virágelvtárson is hatalmas nyomás van. Tehát, hogy annyira nehéz ellátni az ő feladatát. Hát tiszta gyomorideg, ő nem tudott egyszer sem egy jót enni abban a filmben. Ott zaválta a különféle pecsenyéket a pelikán elvtárs, ő meg nem tudott leülni az asztalhoz enni. Hát ő fölötte ott volt Bástya elvtárs, aki a nyomást gyakorolta rá, ő pedig ezt a nyomást vezette le Pelikán elvtárson. Tehát, hogy nem aki szerencsére az egészből szinte semmit nem fogott fel, tehát viszonylag könnyen viselte. Mert ez egy akkora alakítás, tehát a virág elvtársnak az a magyar film történetének, az aranykönyvének a talán néhány legelső lapja valamelyikén kell, hogy legyen. Gogolák elvtársnak egy pillanatra. Ez egy új szoknya magán, igaz? Új virág elvtárs. Kurta. Adjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának. Nincs erre nekünk szükségünk. Igaz, Pelikán elvtárs? Értettem, virág elvtárs. Nehéz. Nagyon nehéz. A kulturális forradalom egy nagyon fontos posztján kell őrtálnia. Politikailag, eszmeileg kell átgyúrni a kérdést. Éppen nekem. Ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség. Mától fogva maga az Angol Park igazgatója. Angol Park? Miért Angol Park? Ez a neve, nem mindegy. De miért angol? Miért nem Vidám Park? Vagy Vicc Park? A torkánál ragadta meg a kérdést, Pelikán elvtárs. Angol Park? Hogy az angol imperialista világbirodalom röhögjön a markába? Egy frászt? Vidám Park. Ez kell a dolgozóknak. Hát nem véletlenül nem akarták ezt a filmet engedélyezni, szóval így a hány évig volt dobozban? Azt nem tudom, 10-nél több, a 70-es években mutatták be, amikor már őze már bőven túl volt ezen a karakteren, és akkor kapták fel, hogy hát ez mekkora, és ő már igazából akkor azt hiszem, hogy a betegségével viaskodott, ami jó 10 éven keresztül Úristen. A füle mögött volt egy daganat az agyában, és azzal küzdött ő nagyon-nagyon hosszú ideig, és akkor már bőven nem volt olyan teherbírása sem, meg nem alkotott akkorát, mint amekkorát ebben a filmben, amit sajnos csak sokkal később láthattak a nézők. Mint az előző jelenetben ezt ahogy a szoknyára mondja, hogy kurta, meg ugyanebben a jelenetben van még, hogy egy akt szobrot így letakar, azt hiszem, talán a függönnyel. Ezeket mind ő rakatta bele, tehát a karaktert így színesítette, hogy a rendezővel leültek megbeszélni, hogy szeretné ezt a virág elvtárst, és akkor ő így mondta, hogy még ilyen, meg ilyen, hogy így legyen. Ennyire egy nagyon bigott legyen a virág elvtárs, ezt az őze találta ki, igen, és rakta be. Igen. De komoly! Hogy ilyen nagyon puritán figura legyen, tehát tényleg, és minden, tehát jól kimunkált, hogy nem csak egy szerep, ami a megfelelő párbeszédeket szépen eldarálja, hanem hogy ennek így van egy ilyen háttere a figurának. Az ötödik pecsétben az órásmestert, azt nem is lehet mással, nem is tudom mással elképzelni, mint az őzével, olyan erővel. Én most láttam színházban, a kiváló Benedek Miklós játszotta, de hát a... Azt az őze után már nem is lenne szabad eljátszani. Úgy vagyok. De mit csináljunk, hogyha 84-ben meghalt? Tehát itt élünk már mióta őze Lajos nélkül, valakinek el kell játszani ezeket a szerepeket. Egy szó mint száz, a harmadik a listánkon a gigantikus tehetségű őze Lajos.
A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Második helyezett listánkon Márkus László. A Frédi és Béniből Béninek a magyar hangjaként ismerhetitek fel. Vagy a Tüskés hátú barátom, ugye a legkisebb ugrifülesben ő volt konkrétan a Süni. Emlékeztek? Vagy a Béka volt? Nem, a Béka abban... volt, vagy a Süni. 0629986986 az SMS számunk. Ez a Rádiókafé. A Rádiókafén a hétmesterlövészét hallhatjátok. Puzsér Róbert és Magyar Dávid van itt veletek a stúdióban. 0629986986 az SMS szám. Erre írjátok meg nekünk, hogy a Brekkencs volt, vagy pedig a Tüskés hátú barátom volt a Márkus László hangja. Szerintem a Tüskés hátú az Hallmann Péter volt, de nem vagyok benne biztos. Igen, lehet, hogy a Tüskés hátú volt a Hallmann, és a Márkus volt a Brekkencs. Melyik tudom. Volt? Várjuk az SMS-eket. De Kukori és Kotkodából is ismerhetjük őt. Igen. Ő aztán abszolút összetéveszthetetlen. Tehát a Márkus nem lehet. Tehát a Márkust az senkivel sohasem ilyen körülmények között. Úristen, milyen története van neki gyerekkorából? Hát több története is van sajnos. Neki se volt egyszerű a gyermekkora, de ami szerintem a legborzalmasabb az az, hogy hát ugye zsidó volt, és 44 őszén bizony nehéz idők jártak a pesti zsidókra, akkor már hogy még nem vitték a transportokat, még nem vagonírozták őket, de már a nyilasok tűkön ültek, hogy valamit csinálnak, és akkoriban jött divatba ez, hogy lekísérték a Dunához az embereket, akiket így az utcán összeszedtek, és belelőtték őket a Dunába. És hát legalábbis azok a források, amiket én olvastam, azok azt állítják, hogy Márkust és az anyját 12 alkalommal szedték így össze, és kísérték le a Dunához, és valahogy minden alkalommal megúzták, meg tudtak szökni, vagy valami. 12 alkalommal fogták meg, és indultak el vele a Dunapartra, hogy belelőjék őket, és mind a 12-szer meg tudtak szökni. És hát gondoljátok, hogy ez milyen nyomokat hagyhatott az ő lelkében. Márkus egész életében ennek az emlékével élt és gyötrődött. Egyébként is terhelt volt az ő élete. Az apja az nagyon-nagyon korán lelépett. Nem emlékszem pontosan, hogy kisgyerekkorában vagy a születése előtt, de lényeg az, hogy így csak az anyja nevelte, és a nőkkel való viszonya az nem is volt egyszerű, sőt, mi több, sokan azt állítják, hogy nem is volt neki olyanja, hogy nőkkel való viszonya. Ő neki azt szokták mondani, hogy ő volt a színjátszás. A sírján az a felirat van, hogy nyugodj békében, színész király. Ő mindent a hivatásának áldozott. Tehát neki nem volt magánélete. Ő nem létezett a színházon kívül. Tehát ő a Molnár Ferencről mondják egyébként, hogy nem létezett a színházon kívül, hogy ott aludt sokszor a színházban. Ott kelt és ott feküdt, a próbák alatt evett. A Márkus az ilyen volt. Tehát a Márkusnak az élete a színjátása. Rögeszméje volt, tehát igen. Igen. Őt többször próbálták politikailag innen is, onnan is befolyásolni, és ő mindig azt mondta, hogy őt ez az egész nem érdekli, őt hagyják ezzel békének. Egy dolga van, játszani. Tehát ő neki ezeket a karaktereket meg kell formálni, alakítani a kellő, nincs Márkusnak politika. A halhatatlanság volt az egyetlen kihívás, és ezt el is érte. Tehát, hogy milyen filmekből emlékezhettek rá? Például a Két fél idő a pokolban 1961. Ötödik pecsét, ne felejtsük ki a kedvencünket. Jaj, az régi idők focia. Az régi idők fociában, vagy a tizedes, meg tizedes a többiekben. Ő játsz a német tisztet. Konkrétan. Igen. Wehrmacht tisztet játszik a holokauszt sérült Márkus László. Annyira jól játszod. Annyira. Ja, igen. Egri csillagok. Igen. Igen, ahonnan tényleg nagyon emlékezetes a játék az ötödik pecsét 1976-ból. Hát az egy kőkemény szerep, és az egy kőkemény szerepformálás is, amikor részegen adja elő, amikor van egy ilyen jó hosszú segrészeg jelenete a bosképekkel, meg a halucinációkkal, meg a víziókkal a fejében, hogy lőszé! Na az a legdurvább, amit valaha láttam. Mióta az eszemet tudok, különféle törvényekhez alkalmazkodom, melyeket évszázadokkal ezelőtt csináltak. És engem a kutya se kérdezett meg. Így van. Lucy. Hol van Lucy? Mi a boldogság, Úristen? Merni megtenni minden
ezt teszi szabaddá. Miért kell nekem a pokrok kínját végigjárnom? Mert jól érzem magam egy nővel, és nem vihetek haza egy kiló húst. Ezzük, de nem is tud róla, hogy egyáltalán volt az a hús. Hol voltál az Istenért? Egész éjjel nem aludtam. Nézd meg magad, hogy nézel ki. Hol maradsz, Cedric? Te szajha! Meddig várjak? Na, csak hogy itt vagy már végre. Miért hagysz ilyen sokáig magamra, te? Istenkény, mi van veled, máma? Ágyvágom a torkodat, jó? Jó. Felvágom a sikádat, jó? Jó. A véredet is szóval akarom. Akarom. Édes drága kis gyugyum, megölöm való kis gyugyum, te drága véres kis pusztafat, ocsmány édes isteni dög, te! Na, hogy Timoseus tikitakin, nincs ezzel semmi kérdezni való, igen, tisztelt úrás úr, maga nagyon is tisztában volt vele, hogy mi pontosan tudjuk, hogy mi lenne erre az aljas kis kérdésre az igazi választ. Kezdjük spekulálni, hogy mit mond ez a nyavajás félreült világ. Annak higgyen ilyen tisztelt órás úr, amire maga is gondolt, mikor kitalált ezt a hülye kis meséjét. Az az igazság, amit maga gondolt, a többi az mind álszentség, az emberség, hazugság, mint ahogy az egész kurva világ se áll másból, mint... Mind Tamoseuskat is, akik akartok lenni! Az egész világ az akar lenni velem együtt! Gyugyú, léteznek olyan marha. Az Isten áldjon meg, hol voltál már megint? Szeusz, Erzsike, te még fönn vagy? Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hát ez már nem a tüskés hátú világa. Ez nem a legkisebb ugrifüles. Azt írja az SMS író, hogy Haumann a tüskés hátú. Azt is írja az SMS író, hogy a Rémus bácsi meséiben ő volt a nyuszi hangja, mármint Márkus. Azt írja továbbá az SMS író, hogy azért komédiázni is tudott, mármint Márkus. Lehet, hogy nem jó példa a Csehova három nővér. Na, én a Molnár Ferencnek a Játék a kastélyban című darabjában láttam, én a sok mindenkivel láttam már. A Játék a kastélyban szerintem az a legjobb Molnár Ferenc darab, amit így láttam. A Márkussal volt messze a legjobb. Messze a legjobb. Az egy akkora jutalomjáték volt a Márkusnak, hogy azt eljátszhatta. Ott úgy sziporkázik, úgy ott szikrázik körülött a levegő. Olyan, annyira él benne, hogy az szenzációs. Mikor láttad? 85. december 30-án halt meg, te akkor lehettél 10 éves mondjuk. Ezzel... Nem színházban láttam. Ja, nem felvételről. Felvétel, persze. Jó. Persze. Szóval az brilliáns. Tehát, hogy a Márkus az tényleg, tehát, hogy amikor azt írja a sír, hogy nyugodj békében, színész király, mi is csak ugyanezt tudjuk mondani. A csúcsok csúcsa a mai number one. Vitán felül Sinkovics Imre. Hát szóba jöhetne még Németh Kristóf, de én inkább azt mondom, hogy Sinkovics Imre legyen. Ő az abszolút csúcs. Ami szeretett törpapánk. Igen. Hát, igen. De tényleg, Sinkovics azért volt zseniális, mert ő is el tudott játszani bármit. Ő mindent el tudott játszani.
önállanít, ott az már megint mondom, az a szint, a színjátszásnak az a szintje, ahonnan nincs tovább Sinkovics Imre. Tehát ugye arra tudom azt mondani, hogy ő hozzá képest van minden. Egyébként nagyon érdekes sztoria van neki is 56-ról, mint ahogy itt nem egy színésznek volt 56-os sztoria. Október 23-án, amikor a tömeg már 10 000-esre dagadt, duzzadt, akkor a Petőfi szobornál hangosítás nélkül szavalt el a nemzeti dalt, állítólag 10 000-ek hallgatták síri csendben, és azután vonultak mindenfelé, és hát ő vele is úgy volt akkor a rendszer 56 után, hogy így nem merték bebörtönözni, meg el tüntetni, egyszerűen csak kizárták a Nemzeti Színházból. Szerintem Acél György ugye összehozta őt valaki, nem tudom ki, teljesen mindegy, 57-ben, és akkor leültek beszélni, és akkor mondta neki, hogy Sinkovics elvtárs gondolt már arra, hogy a Petőfi szobortól a köztársaságtéri akasztásokig ön maga kövezte ki az utat? Mert hogy az a beszéd a Petőfi szobornál az olyan erősre sikeredett, hogy aztán ebből lettek az akasztások végül. Amire állítólag Sinkovics azt válaszolta, hogy gondolta már arra a célelvtárs, hogy ezt önök kövezték ki, ezt az utat évek szorgos munkájával. De kemény beszélgetés, és azután neki még lett egy karrierje, hogy ez az acélról is szól. Hát igen, szóval az acéli kultúrpolitikáról is. Arról az 56 utáni rendszerről azért sokat elárul, hogy volt azért megtorlás, de már érezték, hogy nem kell a végletekig feszíteni a húrt, meg kell hagyni, élni kell hagyni az embereket. Hát a Sinkovics Imre az egy elég kemény jobbos fordulatot vett a rendszerváltás után. Tehát, hogy ő kifejezetten. Igen, mondjuk nem csodálom, tehát azért... Igen. Na most... Sinkovicset egyébként... Ő Levente volt 44-ben, úgy kötelező volt azt hiszem bevonulni fiataloknak Leventének, és akkor ott az ő kiképzőjük, az így többször így megalázta az egész szakasz előtt, hogy hívják magát, mondta, hogy Sinkovics Imre, mi? Hogy hívják? Sinkovics, és hogy ez a Sinkovics, hogy ez milyen neve van, hogy nem magyar a neve. Úristen. És akkor mondta, hogy az apja ezután mondta neki, mert elmesélte neki a sztorit, hát nagyon nyomta a lelkét, és mondta, hogy akkor változtassunk nevet készet, érted? Hogyha csak úgy lehet érvényesülni, és mondta a Sinkovics Imre, hogy nem, ő most már csak azért is ezzel a névvel fogja megmutatni, hogy igenis ő valaki. Ha már a nevéről van szó, Sinkó László, ugye az öccsád, egy parádés tehetségű családról beszélünk. Sinkovics öccse, aki hát gondolom, hogy azért változtatott nevet, hogy ennek a gigantikus figurának az árnyékából valamelyes kilépjen, de hát a Sinkó a maga jogán is egy hatalmas színész. De azért nem olyan, mint ahogy Latinovicsnál említsük meg Frenrész Károlyt és Bújtor Istvánt, akik szintén nagy alakok, de hát azért Latinovicshoz hát nem érhető. És ez senkinek nem lehet felrúni, hogy valaki nem nő fel Latinovicshoz vagy Sinkovicshoz, tehát attól ő még egy óriás lehet, ami van emében. Nézd, az, hogy ő 56-ban elmondta azt a beszédet, és utána egy ilyen beszélgetés lezajlott az Acél Györggyel, és ezután ő neki ekkora karrierje lett, a magyar film oszlopos alakja lett. Sőt, hát azt lehet mondani, hogy ő a legkeresettebb, a legnépszerűbb, a legtöbbet foglalkoztatott magyar színész lett. Ez mindent elmond, tehát, hogy persze ott van a rendszer, övék a politikai hatalom, meg náluk vannak a fegyverek, na de hát a Sinkovics, hát hol van a rendszer a Sinkovicshoz képest? Tehát, hogy így, mikor engedheti meg magának ez a rendszer? Rendszerek jönnek, mennek, Sinkovicsok megmaradnak. Na, valahogy így. A két fél idő a pokolban 1961-ből, a tizedes meg a többiek 1965-ből. Isten hozta őrnagyúr. A kaviár és lencsében, hát ott, na az meg az ő jutalom játéka. És hát ne felejtsük el a honfoglalást 1996-ból. Bár elfelejthetjük éppen, de ő játszotta az Egri Csillagokban dobót is, a kapitányt. Na most egy olyan bejátszással készültünk, amely a Humorfesztiválon hangzott el. Egy szenzációsan szellemes szöveg, egy olyan monológ, ami hát én 100 000-szer megbírom hallgatni újra meg újra. A Sinkovics előadó művészetéről azért megcsillant valamit a számotokra. A Humorfesztiválon elhangzott szöveg az megfelelő arra, hogy külföldieket riogassunk Magyarországról el. Ezt a szöveget meghallgatja, ha esetleg nem érti, nem lehet neki lefordítani semmiképpen, és jól meggondolja, hogy meg akarja tanulni ezt a nyelvet, és miután jól meggondolta, menekül, hogy porzik utána a hegyeshalmi határ. És ha csak azt idézzük vissza az előző szövegből, hogy kik a népet felültették, mindegyiket leültették, akkor én remélem, hogy ez egyszer így is lesz, és nem csak ebben az előző szövegben. Minden jót nektek, üdv S, írja, köszönjük. Sinkovics 2. Mózes, írja az SMS író. Továbbá azt is írják, hogy holnap lenne 81 éves Sinkovics Imre.
Hát akkor mi ezzel az első helyjel adózunk most igen, neki. Igen. Sziasztok, a retúris szenzációs alakítás nagyszerű pályatársakkal írja Peti, és teljesen igaza van. Ez volt a Hét Mesterlövész, a Hét Mesterlövészében pedig a 10 valaha volt legkiválóbb magyar férfi színész. Azon a listán, melyen a 10. Garas Dezső, a 9. Cserhalmi György, a 8. Pécsi Sándor, a 7. Darvas Iván, a 6. Eperjes Károly, az 5. Latinovic Zoltán, a 4. Páger Antal, a 3. Őze Lajos, a 2. Márkus László, az 1. pedig Sinkovics Imre. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Magyar Dávidot és Puzsér Robertet hallhattátok. Ez volt a Hét Mesterlövésze. Most egy órán keresztül zenét fogtok hallgatni. Nagyon reméljük, hogy fogjátok. És abban is nagyon bízunk, hogy tegnaphoz egy hétre, vagyis jövő hét szombaton 3-tól 5-ig újra itt lesztek, és megtiszteltek minket a figyelmetekkel. Mi itt leszünk, és készülten. Nagyon köszönjük, hogy végighallgattatok minket, és nagyon köszönjük azt a rengeteg SMS-t, amit kaptunk tőletek. Sziasztok! Sziasztok!